ahhoz, hogy megértessük a zsidók temetkezési szokásait, úgy gondoltam, hogy nem árt egy kicsit belemerülni a zsidók sajókazinci jelenlétének a történetébe is. Ez azért is fontos, mert majd 200 évig meghatározták előtelepüléseink életét. Területünkre az 1750-as években érkeztek meg a zsidók. Felemelkedésük annak volt köszönhető, hogy II. József 1781-ben részben feloldotta azokat a korlátozásokat, amit még a század elején III. Károly és Mária Terézia hozott európai mintára a zsidókkal szemben. 1787-ben a zsidókat arra kötelezte, hogy német vezetéknevet vegyenek fel. Így már érthető, miért laktak Sajókazincon Lichtscheinok, Schwarzok és Kopperek. A teljes egyenjogúságot csak 1867-ben érték el. Ekkortól kezdődött elgyarapodásuk. Teljesen a 19. század közepétől a II. Világháború végéig néhány igen gazdag zsidó család határozta meg előtelepüléseinek életét. Liksány Dezső és testvérei birtokolták Sajókazinc és Barcika legtöbb földterületét, a legtöbb bányajoggal pedig a Schwarz család rendelkezett. A bányákból már szinte semmi sem maradt fenn, de a Lichtschein család birtokán álló épületekből még pár megtalálható. A tanyákat már régen lebontották, Izbonyú, Szeles, Billa, Vécsetán, Kakas, stb. Ellenben még áll a barcikai gazdasági épület, valamint a sajókazinci magtár is. A régi Lichtschein kastély, ami nem volt több, mint egy gazdag paraszt háza, már régen elbontásra került. Lichtschein Dezső vándorbizsusként került Sajókazincra. Kis szatúcsboltot, majd kocsmát nyitott. A hitelbe vásárlók, ha nem tudták kifizetni a számlájukat, akkor a kisföldjük hozzákerült. Innen indult el, mire 1942-re Sajókazinc leggazdagabb földbirtokosa lett. Igaz, hogy 3600 hord földje volt, de szakadruhában saját maga járta be majdnem minden nap a tanyáit egy bicskával. Jó gazda volt? Szerintem megoszlanak a vélemények, de a korszakában nem volt munkanélküli az előtelepüléseinken, ugyanis felvett mindenkit napszámból. Sokszor vetették a szemére, hogy keveset fizet. Erre a válasz az alábbi volt. Én többet nem adok, és nem is kívánom, hogy többért dolgozzatok. Ennyit adok, ennyiért dolgozzatok, ha nem tetszik, álljatok tovább. A németek begyűjtése során oly módon megkínozták, hogy már elhunyt azelőtt, mielőtt koncentrációs táborba vitték volna. Idős is volt, beteg is, így nem bírta a megaláztatásokat. A II. Világháború után csak 14-en tértek vissza, köztük fia, dr. Lissák László. Miután meglátta a pusztítást, elutasította a kormány által felajánlott kis földet, és kivándorolt Amerikába. A sajókazinci hitközséget 1885-ben anyakönyvi kerületté is nyilvánították, hozzátartozott Sajókazinc, Alsó és Felső Barcika, valamint Berente. Főbb intézményei között volt a Hevrá Kádisá és a hatosztályos elemi iskola is. Ez utóbbi már 1929-ben nem üzemelt. A Hevrá Kádisá, a Szent Egylet, egy nagyon régi, még a talmudi időkbe visszavezethető intézmény volt. Hozzátartozott a temető, valamint a temetkezések megszervezése is. Erre több szempontból is szükség volt. Az elhunytat általában 24 órán belül el kellett temetni a zsidó törvényeknek megfelelően. Azaz, az elhalálozástól számítva az egylet vette át a temetkezés gondjait az elhunyt családjától. A régi temetkezési szokások szigorú előírásokat tartalmaznak a fent említetten kívül. A halottat csak bepójálták, a hamvasztás és a balzsamozás a mai napig tilos. Gyalulatlan fakoporsóban vitték ki a temetőbe, és a sírba ennélkül helyezték el a hátán. Két oldalra deszkát helyeztek, valamint a két deszka közötti rész szintén deszkákkal lefették, hogy a halottra közvetlenül ne hújjon a föld. Sírkövet csak a temetés után egy évvel lehetett állítani, főleg homokkőből. A sír alapvetően végleges, a holttest maradványait tilos elmozdítani a helyéről. Természetesen egy-két kivétel akadt. Iránymutatásért a rabbihoz kellett fordulni. Mivel alapvetően a hitközség temetőjébe kellett a halottat elhelyezni, külön kellett megigényelni, ha az őség sírjához közel szerették volna eltemetni az illetőt. Engedély esetén a Hevrá Kádisá ebben is segített. Amint a sajókazinci temetés bizonyítja, ezzel a lehetőséggel nálunk nem igazán éltek, sok Lichtschein és Schwarz feliratú sírkő található a temetőben. Régen szintén fontos volt, hogy Isten szemében mindenki egyenlő, így általában a sírkövek nagy része körülbelül ugyanakkora. Ettől a temetőnkben csak a neológ irányzat alatt tértek el. A neológ izraelita irányzat jellegzetesen magyar, 1868-tól létezik. Ehhez csatlakozott első között a sajókazinci hitközség is. Ekkortól lehet családi sírokat, valamint már márványból készült sírköveket találni. Érdemes tudni, hogy a zsidó temetőkben tilos fát kivágni, a növényzetet megbolygatni. Ez vonatkozott a sírkövekre is, melyek, ahogy a természet visszavette a területét, elbomlottak. Ahol ez megtörtént, de még a család látogatta a sírt, úgynevezett másodlagos követ állítottak. Speciális szabályok vonatkoznak a temető látogatására is, most csak egyet kiemelve. Tilos virágcsokor elhelyezése a síron, hiszen minél nagyobb lett volna egy csokor, annál inkább gazdagabb családtól származhatott a látogató. Itt is, az egyenlőséget megtartva, a rendelkezés úgy szól, hogy csak egy kavicsot vagy követ lehet a sírra elhelyezni, ezzel névtelenül jelezve, hogy ott jártunk és leróttuk a tiszteletünket. Érdekes megfigyelni a sírköveken a jelképeket. Mint oly sok minden az izraelita vallásban, itt is többféleképpen értelmezhetőek a jelképek. Alapvetően a legtöbb sírkő nélkülözi az ábrázolást, de ellenben ahol van, elég gyakran feltűnik a fűzfa motívum, amit a református temetőkben megszokhattunk, ahol is a gyász jelképe. A zsidóknál két jelentése is van. Az egyik, gondolom inkább ezt szimbolizálják a sírköveken, hogy az elhunyt szerény és egyszerű ember volt. Másik jelentése is lehet, hogy a parancsolatokat nem tartotta be, és a tórát sem olvasta. Zsidó temetőben felirat nélküli sírkövet tilos elhelyezni, ez náluk bálványnak számít. Amilyen érdekesek a temetkezési szokásaik, olyannyira érdekes a héber írás is. Ebből is többféle van, annak megfelelően, hogy mennyire akarták egyértelműsíteni a sírfeliratot. A héber írás betűírás, azaz egy-egy szimbólum egy-egy betűt jelent. Az ABC-jük 22 betűből áll, de ez nem ilyen egyszerű. Az ABC-jükben csak egyetlen magánhangzó van, az A betű, azaz az alef. Ráadásul jobbról balra írnak. A nehézségeket fokozandó, a szavakat nem választották el egymástól, úgynevezett szofitokat használnak a szózárás jeleként. Mivel ebből is több van, így az olvasást ez sem könnyíti meg. Arról már nem is beszélve, hogy a legtöbb leírt szó, a szavak 98%-a, három gyökmással hangzóból áll, a H, hé, az S, sin, és a V, váv. A betűk sem egyértelműsíthetőek a szövegben, az csak a szöveg környezete határozza meg, hogy a felírt szó mit is jelent. Nem véletlenül hitték kódírásnak a régi héber írást. Minden esetre, szerencsére, minden kövön legfelül van egy héber írás, ami alapján eldönthető, hogy férfi vagy női sírról van szó. Jelentése: itt van eltemetve, itt van elrejtve. Ezen a sírkövön szerencsére az első szó is nőt jelent. Szintén megtalálható a temetőben az írott és a nyomtatott betűs héber írás is. Később a szavakat elválasztották egymástól, ilyen sírkő is található a kazincbarcikai temetőben. A legfejlettebb írásmódjuk az úgynevezett pontozott írás is megtalálható itt. Ezzel egy-egy szimbólum betűnek való megfelelése pontosítható. Az alef különböző pontozásával határozható meg az a magánhangzó, aminek a helyén áll, például A, E, O, U. Biztos, ami biztos, mással hangzó is lehet magánhangzó a pontozás által. Így már könnyebben olvasható minden héberül tudónak a szöveg. A héber írás nem ismeri a klasszikus értelemben vett számokat. Ha számot szeretnénk leírni, akkor az első 9 betű az első helyértéket jelöli, a második 9 a 2-es helyértéket, a harmadik 9 pedig a harmadik helyértéket. Így látható, hogy a héber írás nem ismeri a nullát és a negatív számokat, valamint 999-ig számol. Tehát a számok sorában az alef szimbólum ebben az esetben az egyesnek felel meg. Ezek miatt a csak héber feliratú sírköveken az évszám a számunkra nehezen értelmezhető. Ez még azzal is fokozódik, hogy a zsidó időszámítása miénktől eltér, most 2020-ban náluk 5780 van. Például 2020, azaz náluk 5780, a kis időszámítás szerint 780. A kis időszámítás arra utal, hogy az ezreseket elhagyják, ugyanis nincs ilyen szám. Az is megfigyelhető, főleg ha magyar vagy német felirat is van a sírkövön, hogy amíg a magyar-német felirat a szokásainkhoz igazodik, addig a héber terjengős. Ennek az az oka, hogy a héber felirat az elhunyt jellemét is ecseteli, valamint bibliai idézeteket is tartalmaz. Remélem, hogy ezekkel a kisfilmekkel sikerült rávilágítanom ennek a temetőnek a különlegességére, és nem sokára helyreállított állapotban könnyedén bejárható lesz. Minden esetre szeretnék elnézést kérni minden zsidótól, hiszen én nem vagyok az, ha értelmezési vagy fordítási hibát követtem volna el, hiszen héberül sem.